Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, az M3 autóparkban vagyunk, egy Nissan Qashqait fogunk megnézni és beindítani is, mert hogy ugye van két kulcs hozzá, az már biztos is, hogy vezetett szervizkönyves, azt is tudjuk, és hogy 2009-es 1.5-ös DC motoros, ami 106 lóerős és 6 sebességes manuális váltós, illetve friss műszak is. És még van itt egy kis meglepetés, nem koncertó, hanem a hozzá, amit ő hozott magával, a kettő darab kis piros kulcsocska. Ez nem más, mint a leszedhető gyári vonóhorognak a kulcsa, amit majd meg fog nektek mutatni. És akkor rögtön meg is tudjuk nézegetni itt koncertó segítségével ezt az autót, mert hogy ugye gyújtásra fogom tenni, és megnézzük először is, hogy mennyit futott. Azt mondja, hogy elforgatjuk a kulcsot, azt mondja, hogy olaj oké, és elúttak a kontrollámpák, ugye láttátok, volt itt ugye menet stabilizátor, ABS, ugye, és ugye 161.743 km futott az autónk, bordkompjúteres, zenevezérlős, telefonvezérlős, mert hogy ez bluetoothos rendszer, itt látjátok, és ha mentek messzire, majd ez is jó fog jönni, mert hogy ő egy tempomat vezérlő, a kormányosztop állítható, mint ahogy az ülés is. A zene jól szól, ki is próbálhatjuk rögtön. Mondjuk ezt a csatornát. Kormányról nyomom, billogott a Bluetooth is rajta. Aztán két oldalra digitális automata klímát találtok, majd lehet szabályozgatni külön-külön, ki mit szeretne. Itt a hatos váltó ugye. Centrálzárat találunk itt, amivel be tudjuk zárni magunkat. Nincs benne dohányzó szett már, csak 12 volt, még szivargyújtó sincs ezekben már. És van itt egy könyöktámaszunk. Na és akkor nézegessük meg még mit állunk itt bent. Balkész felől tükrök, ablakok, elektromosan kezelhetőek, ESP, azaz menet stabilizátor, ugye kikapcsolható benne, itt vannak az ablakkezelő gombocskák. Az ülése tökéletes, oldallégzsákos, majd onnan, innen is meg tudjuk nézni, és függöny légzsákos is. Egyszer, és akkor nézzünk bele egy kicsit ide is, mert hogy itt is van jó dolog, ugye két darab pohártartó a könyöktámaszban, ami ugye lehajtható, fölhajtható, Isofix ugye hátra, és a gyerekülésnek, itt is az elektromos ablak, és amúgy gyári sötét, itt is nagyon szép zöld színű az üvegezése az autónak, amúgy nagyon mutatos, szürke, metál színű, és jó, szép alufelni van rajta, Goodyear márkájú, téli gumival van ez jelen pillanatban ez az autó, teljes patkázásmentes. Itt a hátulján látjátok a Nissan feliratot, aminek a kis piros kulcsocskájával lehet itt majd ugye leszedni a vonóhorgot, hogyha leszeretnétek szedni róla, itt pedig egy halom felni gumistól, Continental márkájú gumikkal, ami köszönök szépen Ferinek és Peti kollégámnak, szép ide hozták nekem ezt a négy darab nagyon szép gyári Nissan feliratú alufelnit, rajta jó kis Continental gumika, Qashqai gyári gumiszett, és a keréknek a csavarja is megvannak a másik szettnek. Könnyen nyílik a hátulja, dönthető ülések, kalaptartó, nagyon szép tisztaság, amit fogad benneteket. Majd, de most is az van, amúgy tényleg mutatós, nincsen rajta semmilyen olyan sérülés, ami így szemet szúrna. Jó fékek vannak az autón, szép tiszta lámpák, ködfényszóró, és csendes motor. Nézzük meg, hogy ez hogy is ketyerészik ez a motor itt. 106 ló, ez tényleg szépen viszi az autót. Tehát ha rálépünk a gázra, akkor nagyon szépen meglódul a jármű, és igen kellemes, jó fogyasztással rendelkezik. Tehát egy zsebbarát moci ketyeg ebben az autóban. Szervizelték végig az autót, tehát foglalkoztak vele, szerették, jó állapotú a szerkezet. Bátran induljatok el hozzánk az autókereskedésbe, ugye az M3 autóparkba, ahol majd ezt meg tudjátok nézegetni közelebbről is. A végére nyomjatok egy ilyet a videónak, amit nagyon szépen megköszönök nektek, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, gyertek el hozzánk minél hamarabb, a viszontlátásra!